Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint július 18-án. Nem csak ezen a napon, hanem most van 10 égi kapu, ez július 13-án kezdődött, és eltart július 22-ig. A mai napon, tehát július 18-án indul egy új hullám. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek, és ez a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Július 18-án indul a 6. hullám, és eltart 13 napig. Ezen a napon, tehát július 18-án Kimi uralkodik. Mivel ezzel indul a 6. hullám, nem csak a mai napon hat, hanem 13 napon keresztül van ez a Kimi hatás. Kimi lefordítva halált jelent. Természetesen ez emlékeztet bennünket az őseinkre, vagy gondolunk valakire, aki elbúcsúzott tőlünk, megvan, ez a szeretet még mindig érezhető, viszont ennek a kiminek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, hogy búcsúzzunk el valamitől, vagy valakitől, hogy valami új közeledjen az életünkben. Ez egy ilyen átmeneti időszak. Itt most mindent rendben teszünk. Kell, hogy elgondolkozzunk azon, mitől vagy kitől szeretnénk elbúcsúzni. Ezek lehetnek gondolatok, például én nem vagyok elég értékes, vagy én csúnyának tartom magamat, ilyen gondolatoktól el kell, hogy búcsúzzunk, mert nem tesz az jót nekünk. De vizsgáljuk meg az érzéseinket is. Ez is fontos, hogy elbúcsúzzunk a félelmektől. Azon kívül vizsgáljuk át a kapcsolatainkat. Ki tesz jót nekünk? Ezeket a kapcsolatokat kell, hogy ápoljuk, és azok, akik úgy hatnak ránk, ami zavar bennünket, vagy vannak hazugságok, gonoszságok, az ilyen kapcsolatoktól jobb, ha eltávolodunk. Amit még megvizsgálhatunk, hogy milyen bútorok vannak a lakásba, vagy belenézni a ruhás szekrénybe, mitől kellene elbúcsúznunk. Amit sokan nem tudnak, holott ez nagyon fontos, hogy bizonyos helyektől is el kellene, hogy távolodjunk, mert az energiamező rossz hatással van ránk. Az lehet például egy üzlet is, ahol barátságtalanok, nem érezzük jól magunkat, rossz a levegő, akkor nem kell, hogy ott vásároljunk. Ez a Kimi energia azt közli velünk, hogy búcsúzzunk el valamitől, vagy valakitől, vagy egy helyről, és ez fontos, mert csak akkor van változás, ha mi ezen túltesszük magunkat, vagy hozunk ilyen döntéseket, és ebben az esetben van hely valami újra. Mert ez, ami úgy beköszön az életünkben, tehát várható javulás, várhatók az újdonságok, vagy egy új kapcsolat, az lehet barátság, de lehet egy párkapcsolat is. De meg kell, hogy mondjam, hogy a Kimi energia, tehát ez a 6. hullám, ez egy átmeneti időszak. Ez alatt a 13 nap alatt
megpróbáljuk rendbe tenni a dolgainkat, valamitől vagy valakitől elbúcsúzunk, nyitottak vagyunk valami újra, de az még nem biztos, hogy ez alatt a 13 nap alatt bekövetkezik, kell, hogy türelmesek legyünk, mert ez egy átmeneti időszak. És ez volt a felvételem, egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!